Donát Anna lesz a Momentum európai parlamenti lista vezetője, őt pedig Cseh Katalin követi a sorban. Így döntött a párt közössége. Gelencsér Ferenc szerint a Momentum így a legnépszerűbb politikusokkal vág neki a jövő évi megmérettetésnek. A stúdióban Gelencsér Ferenc. Elnök úr, jó estét! Jó estét kívánok! Gondolom a nézők sem lepődtek meg a két név hallatán, amikor ez először felmerült és kiderült, hát hiszen most is ők az EP képviselője a Momentumnak. Lehetett volna másképp? Azt gondolom, hogy ez nagyjából evidencia, hiszen a Momentum a magyar ellenzék két legkedveltebb politikusával fog neki futni a jövő évi választásoknak. Egy olyan választásnak, amikor egy évvel, most két évvel a 22-es választások után az emberek, a magyarok véleményt formálhatnak a kormányzati politikáról, az elszálló inflációról, a romokban lévő egészségügyről, a romokban lévő oktatásról, arról, hogy még mindig nincsen itthon az a sok-sok EU-s pénz, ami a magyaroknak jár. Azt gondolom, hogy egy mérföldkő lesz a jövő évi választás. De miért? Mit remél tőle? Tehát azt reméli tőle, hogy a Fidesz többséget meg lehet törni egy európai parlamenti választáson jövőre? Én azt gondolom, hogy igen. Ennél kevesebben nem is szabad elindulni. Ez egy bare minimum, hogy angolosan fejezem ki magamat. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell próbálni. Abszolút meg kell próbálni. És hát nyilván, hát ellenzékén nem lehet mást hirdetni, de valódi esélyt lát arra, hogy az ellenzék legyőzze az EP választáson. Ha az ellenzék nem csak beszél, hanem cselekszik is, ahogy a Momentum az elmúlt időszakban újra egy mozgalmi szervezetté alakult vissza, ha lehet így fogalmazni, akkor abszolút. Hogyha az ellenzék felfogja azt, hogy aki újra és újra ugyanazt csinálja, azzal nagyjából ugyanazt az eredményt fogja elérni, és hogyha más eredményt vár tőle, arra van egy klinikai szakkifejezés. Én azt gondolom, hogy a politikát ki kell hozni a magyar parlamentből, az utcára és a közterekre, és cselekedni kell. Amelyetünk pontosan ezért kezdeményezett, nem mi kezdeményeztük, de beálltunk egy civil népszavazás mögé Egerbe, és az aláírásoknak a 80%-át a Momentum összegyűjtötte. A Momentum éppen ezért osztott ételt a választás egy éves évfordulóján, a NER kedvenc étterme a Félix előtt. A Momentum éppen ezért tart utcafórumokat, és ezért vagyunk folyton az utcán. Ezért bontjuk le a kordonokat, ezért állunk ki a katások mellett például. Ez akkor tehát innentől kezdve egy ilyen permanens aktivizmus lesz, ami a Momentumot jellemzi, tehát sokkal kevésbé a parlamentben és sokkal jobban az utcán? Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább szolgálja a magyar emberek érdekét, mint az, hogyha elmondok még egy vezérszónokit egy olyan témában, amiben egyébként a 135 bátor embert nem fogja érdekelni az, hogy mi az ellenzéki álláspont. Az egymásra figyelésnek az igénye sincs már meg a Magyarországgyűlésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ennek sokkal több haszna van ma Magyarországon. Mi az a 150 kérdés, amit a Debreceni Választási Bizottság elé tárnak, közben elmegy a hangom, bocsánat. Ugye Debrecenben tavaly egy másik párt kezdeményezett egy népszavazást, ami át is ment. Ez az akkumulátorgyárról szólt. Az LMP volt, amelyik nem vette fel az íveket. Így van, az LMP volt, ami nem vette fel az íveket. Elképesztően sajnálatos, és talán némi méreg is van bennem, hiszen megvolt nekik a lehetőségük arra, hogy egy ügydöntő népszavazást kezdeményezzenek, és végre hallhassák a debreceniek a hangjukat. Az a kapcsolatban, hogy akarnak-e Debrecenben egy ilyen akkumulátorgyárat, vagy sem. Ezt nem tették meg, ezt követően mi beadtuk ugyanazt a kérdést, majdnem ugyanazt a kérdést, ez már sajnos nem ment át. Érdekes, de sajnos így működik ez a hatalom. Az, hogy ezek a kérdések miről fognak szólni, ezek egy kis türelmet kérünk. Én meg bocsánatot. Semmi gond. 150 kérdés. Ez nyilván egyfajta trollkodás. Ezt másképp nehéz elképzelni. Hát nézze, volt már ez olyan... Ez mire vezethet? Volt már olyan ellenzéki párt, amely amikor ellenzéken volt, most hatalmon van, akkor több száz, olykor ezer kérdéssel ostromolta meg az egyes minisztériumokat, ezzel is kihűzve, kiharcolva azt, vagy bízva abban, hogy valamit a választ fognak kapni. Én őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy bármifajta választ fogunk kapni ezekre a kérdésekre, hova tovább, hogy nem fognak-e foglalkozni ezzel. Azt látjuk, hogy lépésről lépésre egyre kevésbé demokratikus ez az ország, minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy az utolsó bástyákat még megpróbáljuk felállítani. A bajai balhét a DK és a Momentum között mennyire vegyük komolyan? Én ezt nem gondolom, hogy olyan kell venni, nincsen balhé. Mindenki tudja, hogy 2024-ben, akik szeretnék megtartani a szabad városokat, evidenciaként kell kezelni, hogy én nem is annak kezelem, hogy az a hat párt, amelyik
2019-ben együtt indult el a választásokon, egy hasonló konstrukcióban fog újraindulni. Ez Baján is így lesz. 24-ben? 24-ben. Ez most egyre elég távolinak látszik. Itt mindenki arról beszél ebben a stúdióban mindig, hogy majd ő egyedül megmutatja EP választást például. Hát ott mindenki értelemszerűen egyedül szeretné megmutatni, hogy neki van ereje. Az EP választás egy arányos listás választás. Az önkormányzati választáson viszont egymásra vannak utalva a pártok, és azt gondolom, hogy itt a cél nemesebb. Itt mindenkinek félre kell tenni a büszkeséget. Itt pont a korábbi vendége szerkesztő úrnak egy olyan politikus volt, aki 14-ben megtette volna azt, hogy a saját egóját vagy hiúságát háttérbe szorítja, és adott esetben lehet, hogy nem egy kétharmadban ülnénk most is. Beszólt Mesterházi Attilának, jól értem? A tényközlés az nem tudom, mennyire beszólásnak számít. Hát abban az összefüggésben, hogy most jelentette be, hogy pártot alapít. Sok sikert kívánok, végre meg leszünk mentve, azt gondolom, hogy pont egy újabb pártra van szüksége ennek az országnak. Hát ezt ha 2009-ben, 2008-ban hallja Momentumos fiatalként, akkor szerintem felháborodott volna. Nézd, én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy azt állítom, hogy 2014-ben akkor, hogyha nem csinálnak hiúsági kérdést abból, hogy ki lesz a magyar miniszterelnök jelöltje az akkori ellenzéknek, akkor egészen más szituációban lennénk most. Gerencsé Ferenc, köszönöm szépen.